Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Tojásfabontás és zöldágjárás, városszépítők, tisztújító közgyűlése, kiállítás szövött textilképekből és lezárult a szennyvíztelep korszerűsítéséről szóló projekt. Vágjunk is bele! A város civil szervezeteinek összefogásából új hagyomány keletkezett az elmúlt évben. Tapolcának is van már tojásfája, sőt, olyan sok tojás érkezett az idén, hogy két fát is sikerült feldíszíteni. Időközben, még ha szeszélyesen is, de beköszöntött a tavasz, a fák kilombosodtak, kizöldültek, a tojásfa bontására ismét összegyűltek a Városért Egyesület és a Városszépítő Egyesület tagjai, akiket zöldágjárással örvendeztettek meg a Bacsányi Táncegyüttes táncosai és a Tapolcai Általános Iskolának a tanulói. A néphagyomány igazi helyi kuriózum is volt egyben, mert Juhász Márta, a Bacsányi Táncegyüttes kisgyermekcsoportjának vezetője, saját gyűjtését, egy kékkúti zöldágjárást tanított be a gyerekeknek. Nem történt meglepetés a Városszépítő Egyesület tisztújító közgyűlésén az elmúlt héten. A teljes vezetőséget újraválasztották, ismét megkapta a régi elnökség a bizalmat. A felügyelő bizottságban történt csak változás, Dér Ferencné lett az elnök, Kárpáti Kázmérné doktor lemondása miatt. Munkáját segíti Mut Ferencné és Lakinger Ferencné. Az elnökség Benás Lajos elnök, Horváth Lászlóné alelnök, Varga Károlyné alelnök, Süle Zoltán elnökségi tag és Pilák Istvánné titkár. A közgyűlést megelőzően Benás Lajos elnök foglalta össze a tavalyi évét a város egyik legaktívabb civil szervezetének. A 2018-as év az kiemelkedő szereppel bírt a Tapolcai Városszépítő Egyesületében, ugyanis 35. évfordulót ünnepeltünk. Ezzel kezdtük az évet, március 22-én tartottuk a ünnepélyes megemlékezést. Ennek apropóján ugye alapító tagunk, tiszteletbeli örökös elnökünk, Tóth József bácsi 100 éves születésnapja is erre az időszakra esett, így emléktáblát állítottunk neki, melynek a felavatásán a Város és Faluvédők Szövetség országos elnöke Rádai Mihály elnök úr volt, és ő tartotta a megemlékezést.
Március 15-én a Pantheon Alapítvány segítségével sikerült felújítanunk a Műtényi József Huszár kapitány sírját. Időszerű volt, már nagyon csúnya állapotban volt, megoldódott a probléma. A hagyományunk szerint ugye mi az értékeket is őrizzük. A tavalyi évben értéktár bizottsághoz javaslattal éltünk, a Vendekhegyi Szent Kút, mely egyben ugye az egyesületünk logója, a Kocsis András Kossuth Díjas szobrászművész, Bamber Gabriella mellszobrának felvételét, ez egyedülálló az országban, de talán még Ausztriában sem sok van belőle. Cselling nevű páfrány, ez Szentgyörgy hegyen található egyedül az országban, és Ferenci Béni Kossuth Díjas szobrászművész a Leszner család síremlékének felvételét kértük, ezt a bizottság be is fogadta, a helyi értéktárban bekerült, ugyanakkor javasoltuk a megyei, illetve országos értéktárba való felvételüket is, úgy hiszen nem kell magyarázni, eléggé olyan értékek ezek, hogy országos szinten is megálljak a helyüket. Hát, mint minden évben, most már 15. alkalommal a Virágos Városért pályázatot meghirdettük a polgármester úr és önkormányzat segítségével. Erkélyek és előkertek részére hirdettük, illetve családi házak tekintetében pedig 5 éve felújítottuk a évtizedekkel ezelőtt létezett tiszta udvar rendes ház mozgalmat. Na most itt 10-10 erkély és előkertet díjaztunk, oklevelt virágvásárlási utalványt kapnak, a családi házak pedig kiegészülnek egy nagyon szép kis kerámia táblával, amin a város címere van, és ugye rajta van tiszta udvar rendes ház felirat. Bocsányi napok, ez is elég régóta már programunkba szerepel. A Bocsányi Bizottságot az egyesületünk fogja össze, ez a bizottság tulajdonképpen a névadó intézményekből áll, és minden évben a kötőnk születése napján egy emléksétát tervezünk. Ez megtörtént tavaly is, és hát a költővel kapcsolatos személyek, illetve hát a költő Bocsányi kultuszt ápoló személyeknek a emléke helyeire tettünk koszorút. A halála napján pedig, Bocsányi halála napján pedig a temetőben nyugszik a feleségével, ott a temetőben tartunk egy megemlékezést a sírnál, illetve hát előtte, ez 10 órakor történik, 10 órától, előtte a Vokéban egy rövid, szintén kis megemlékezéssel emlékezünk költőnkre. A Város és Haruvédők Szövetsége minden évben kírja a fiatalok az épített és természeti környezet védelmét pályázatát. Hát ebben a pályázatban a környék iskoláit és az iskola tanulóit vonjuk be. Az idén is szép számmal jelentkeztek. Azt mi gyűjtjük össze a pályázatokat, és az önkormányzat segítségével szállítjuk fel a műveket a zsűrűnek. Az idén, illetve tavaly évben, tehát 132 pályamunkát küldtünk be, ebből 45 tanuló lett díjazott. Első, második, harmadik, külön díj és ilyesmi. Itt meg szeretném köszönni polgármester úrnak, hogy a diát adóra egy busz biztosította számunkra, hogy a diákokat fölvigyük és személyesen vehessék át a megtisztelő díjakat. Októberben részt vettünk az országos könyvtári napokon, várostörténeti vetélkedőn két csapattal, egyik csapatunk, a nőklub csapata első lett, a másik második lett, úgyhogy teljes siker volt. Decemberben a virágosítás mintájára már 4 év elindítottuk az ünnepi díszbe öltözött tapolca, a KFT szervezésében működik, csak mi bekapcsolódunk, és a szervezésben is, ha segítünk nekik. Ez ugye a karácsony és az advent környéki üzleteknek a dekorálásáról szól. Hát ugye a város hangulatát, ünnepi hangulatot is ezzel fokozzuk, azért nagyon jól sikerült. Az idén is díjazottak díjat, első 3 díj van, és többiek oklevelet kapnak.
Részt vettünk a Város és Falvai Szövetség országos konferenciáján, szakmai konferencián, 4 fővel Szombathelyen, ez nyáron volt. Azon kívül ezt a tapolcai városszépítő, a várpalotai és a sümegi városszépítő kezdeményezték, már talán 10 éve is van, egy regionális találkozót indítottunk. Na most ugye hármanból, most már lettünk Keszthely, Várpalota, Sümeg, Szombathely, Mosonmagyaróvár, Pétfürdő, tehát felduzzadt a létszám, és ez a találkozó minden évben más helyszínen történik. Kicseréljük tapasztalatainkat, próbáljuk alkalmazni munkánkban, és hát egy jó kis tapasztalatcsere, meg egy beszélgetés, és ezt Keszthelyen voltunk most tavalyi évben. Ha minden igaz, Mosonmagyaróvára megyünk ebben az évben. Azon kívül folyamatosan a munkavégzésünk, bizonyára már értesültek sokan, a Közösen Tapolcáért helyi közösség konzorciumában és munkaszervezetében. Csak röviden erről annyit, hogy a befogadó egyesület vagyunk, ami azt jelenti, ugye, hogy a munkaszervezetet miattuk, tehát, és ugye az a pályázat, ez a CLLD-ként is ismert, ez 250 millió forintot nyert a város, és ennek az adminisztrációját és minden egyéb kiírást, a pályázati kiírásokat, a befogadást, értéke, stb. Ezt az egyesületen keresztül a munkacsoporttal végezzük. Röviden az egyesület keretén működik egy nőklub, ők ugye téltemető és tojásfa állítás szervezői kezdettől fogva, és hát minden nemű közérdekű munkában részt vesznek. Nagy örömünkre tavaly közszolgálatért kitüntetést kaptak, úgyhogy ezután is gratulálok nekik még egyszer innét is. És hát rendszeresen részt veszünk a bizottság és testületi üléseken. Ha a város arculatát befolyásoló javaslatainkat, ha olyan téma van, akkor befogadják, meghallgatnak, ki is kérik a véleményünket. És hát a városi ünnepségeken is nyilván részt veszünk. Szövött textilképekbe álmodott balatoni tájakról nyílt kiállítás az elmúlt héten a Tamási Áron Művelődési Központban. Puskás Piroska zánkai nyugdíjas pedagógus alkotó nem csak megálmodja a képeket, de maga is festi a fonalat, hogy a megálmodott színeket életre is keltse. A kiállítást Polákné Gecsei Gyöngyi nyitotta meg Barcáné Tóth Boglárka köszöntője után. Az alkotás öröme nem valamiféle kiváltság, amely csak a nagy tudósokat vagy művészeket illeti meg. Minden ember bármely foglalkozási ágban alkotó munkát végezhet és átélheti annak szenvedélyeit, kereséseit, eredményeit és felfedezéseit, ha akarja ezt, és képes megvalósítani önmagát. Nyikolaj Nyikolajevics Szemjonov, orosz fizikus, kémikus mondta ezt, egy tudós, az észérvek embere, de amit mond, az a művészetre épp úgy igaz. Az alkotás által a művész megvalósítja önmagát, eközben pedig a szemlélőre, a befogadóra hat. Ilyen élményben sok-sok hatásban lehet ma részünk egy különleges művész, különleges technikával létrejött kiállításán. Tisztelettel kérem fel Polákné Gecsei Gyöngyi pedagógust, nyissa meg Puskás Piroska Balatoni Varázslatok Szövött Képekben című kiállítását. Kedves vendégek, kedves érdeklődők! Szeretném bemutatni önöknek az alkotót, a nevét már tudjuk. Puskás Piroska. Ki ő? Azt is tudjuk, hogy Budapesten élt, az Ajos városban. 35 évig ott tanított. De a nyarakat a Balaton felvidéken Zánkán töltötte. Zánka nincs messze tőlünk, Tapolcától 20 kilométerre fekszik, de egy gyönyörű tájon, gyönyörű vidéken. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy fejét erdővel borított hegyvonulatok koronázzák, lábát pedig a Balaton sejmes vize simogatja. A természet csendje, nyugalma, a színek kavalkádja Budapest után magával ragadta, elvarázsolta Piroskát. Ezt az érzést Vas Albert is megfogalmazta. A világ arra való, hogy szép legyen, hogy jó legyen, hogy békés legyen,
hogy élni lehessen benne. Mindegyikünknek ez a vágyálma, ugye jól gondolom. Nyugdíjazása után Piroska Zánkára költözött. Ott sajátította el a szövés alapjait még 1992-ben. Tanító mestere unokahúga volt, Simor Eszter. Tőle leste el a technikát. Megszerette, megkedvelte. Első dolga az volt, hogy saját szövőkeretet csináltatott. Tájképeket 2002-ben kezdett készíteni. Nagy-nagy élvezettel. Hogy hogyan? A tájról, a színekről vázlatot rögzített. Ezt követően megfestette a gyapjú fonalat. Ő maga lehet készen is kapni, de ő ezt a varást magának tartotta meg. Ettől egyéniek a képei. Sorról sorra vezeti a fonalat, közben közelről is, távolról is szemlélgeti. Igényességét jelzi, hogyha nem elégedett, visszabontja. A festő bemázolja az alapot, és újra kezdi. Bizony ez fáradtságos munka, hogy a sorokat visszabontja, és újra készíti. A kiállítás címe Balatoni varázslatok szövött képekben. Sokan meglepődtek, most is meglepődnek, hogy ezek nem festmények. Szövött képekben. Mondhatnánk azt is, hogy színek és fények, ahogy ő látja. Hogyan nézzük a képeket? Hát sokan itt már nézegették, próbálkoztak vele. Én azt javaslom, hogy kétféleképpen nézzük meg. Ha közelről, akkor a szövés technikáját látjuk, azt érzékelhetjük, hogy hogyan lesz az egymást követő sorokból csillogó víztükör, vagy napkelte. Ha viszont távolról nézzük, akkor megjelenik előttünk a táj, a természet, és közben azt érezzük, hogy ilyet már mi is láttunk. Akármelyiket nézem. Kedves vendégek, próbálják ki mind a két megközelítést, közelről is és távolról is. Puskás Piroska szövött képeit megcsodálták már Zánkán, Monoszlón, Balatonszepezden. Tanárvoltából ered, hogy Piroska szeretné mindenkinek megmutatni azt a szépséget, amiben ő Zánkán nap mint nap gyönyörködhet. Hogy milyen ez a táj? A Sára Péter irodalomtörténész, költő szavakkal fogalmazta meg, igen nagy szakértelemmel. A vers címe Hajnal a Balatonon. Szeretném felolvasni. Amikor a kéklő messzeség egyre zöldebbre vált, a keleti égbolton lila felhők mögött aranyragyogásban ébred a nap. Bíborló palástban. Tündérek ékszere, csodálatos tenger. Ennél szebb színekre nem nézett még ember. Mikor a nap feljő a kéklő homályból, szőnyeget terít szét mély vörös sugárból. Aztán a kéket lilára színezi, majd az egész eget sárgával bekeni. A nagy égi vásznat aztán az égről szépen leemeli, a mozdulatlan tóra lassan ráfekteti. Majd az egészet leönti olajjal, így a meleg színek egymáson átfolynak, és lassú hullámzásban összesimolnak. A zöld a kékkel játszik, az arany a lilával, néha egy-egy hullám játékos habokkal fehérben cicázik. Az egész tó fölött párafátyol lebeg, és a rózsaszínű káprázatban, tőlem nem nagyon messze, mint kísértetek a mesékben, három hattyú úszik. A párás végtelenbe, utánuk a rubint, opál, zafír, meg smaragd.
mint égi ékszerek csillognak a vízben. Miután a mindenség ős színekre bomlott, az ég a földdel lágyan, észrevétlen össze is fonódott. Mintha tér és idő folyt volna itt egybe, a csodás színektől megrészegedve. Ó, sok színű világ, égre, földre festve, ki látott ennél már nagyobb harmóniát, csendben elvegyülve. Most emelkedjünk felül a hétköznapi gondokon, és adjuk át magunkat a szépségnek, a színeknek. Jó gyönyörködést kívánok mindnyájuknak! Lezárult a szennyvízterep korszerűsítéséről szóló projekt. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtónyilvános záró rendezvényt hétfőn délelőtt a Tamási Áron művelődési központban, amelyen jelen volt a városvezetése, a beruházást végző cég és az üzemeltető képviselője is. Köszöntöm a beruházást majd használó és jógazda módján működtető DRZRT-t, akikkel már régi és jó kapcsolatunk van a városban. Szeretném köszönteni a kivitelezőt, az ZRT részéről, akikkel szintén jó kapcsolatunk van, és úgy látjuk, hogy magas szakmai minőségben és magas szakmai színvonalon sikerült megvalósítaniuk a szennyvíztelep rekonstrukcióját és a szennyvíz hálózatunk bővítését. Bízom benne, hogy ezzel a technológiával egy olyan szennyvíztelepezés, olyan beruházás, hogy az jutott hozzá a város, ami már a 21. századot jellemzi, és mind a kibocsátási értékeket tekintve, mind az ott dolgozó komfortérzőt tekintve nagyon tudunk előre lépni. A városnak ez óriási fejlődés. Sok mindenben szeretnénk ugye fölzárkózni a nyugat-európai normákhoz. Én azt gondolom, hogy aki kint volt ezen a telephelyen és megnézte ezt a beruházást, az büszkén mondhatja, hogy Magyarország
sokat lépett előre, ezen belül is Tapolca, szennyvízkezelés és szennyvíztechnológia területén komoly lépéseket tett. Ez nem csak azért fontos, hogy ezt plakatív módon el tudjuk magunkról mondani, mindössze 9 kilométerre vagyunk a Balatontól, és a Balaton megélhetésünket jelenti, sőt annál is többet, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettünk mindent, mint technológiai szempontból, mint társadalmi követelményeket tekintve azért, hogy megőrizzük azt az ökoszisztémát, ami leginkább jellemzi ezt a régiót. Köszönöm szépen! Abban a szerencsés helyzetben a társaságunk, hogy balatoni agglomerációhoz tartozó nagyobb városok közül ez már jól számolok a harmadik szennyvízterület, amelyen intézésben részt vehettünk. Keszthely és Jófok sikeres műszaki átadás, és azóta is jól működő telepeket követően a Tapolcai szennyvízi telepet is sikerült a mai napon műszaki átadásra átadnunk a megrendelőnek, illetve üzemeltetőnek. A közel 2,5 milliárd font értékű szerződéses állományunk kettős feladat részből áll. Az egyik ugye a szennyvízteletnek a rekonstrukciója, a másik pedig üzemeltető által kijelölt városi csatornahálózaton a tulajdonképpen legrosszabbon működő csatorna szakaszoknak a rekonstrukció, amelyet részben nyíltárkos technológia, részben pedig kitakarás nélkül nevezett véléses technológiával rekonstruáltunk. A telepről nagyon röviden annyit mondanék, hogy közel 4000 köbméter per napos befogadó kapacitásra van méretezve a telep, azonban is 500 köbméter per órás csúcs teljesítmény a méretezési alapadat. 2 mg-os ammóniával, 0,7-es foszforral és 35 mg-os lebegőanyag tartalom vonatkozásában ez a telep az ország egyik legszigorúbb elfolyó vizére vonatkozó könyvtelen előírással kell, hogy működjön. Nyilvánvalóan a közvetlen balatoni befogadó okán vannak ezek az előírt értékek. A kivitelezést 2017. októberében kezdtük meg. Ha jól számolok, akkor egészen pontosan 12,5 hónapon keresztül tartott a kivitelezés, ideértve a szennyvízítő telep és a csatornahálózat rekonstrukciós munkáit is. A teleppel kapcsolatban a legfontosabb műszaki tartalom az, hogy régi elavult tisztítási rendszer volt ezen a telepen. Ezt váltottuk fel egy nem is 21, de remélhetőleg 22. századi technológiával, Vivatec Kft. Technológiai partnerünkkel karöltve. Ez úgynevezett Pontiszek tisztítási technológia, amelynek az egyik legfőbb műszaki paraméter a polgármester által is jelzett energiahatékonyság. Tehát ezeket a nagyon szigorú határértékeket tudja teljesíteni a telep mind a mellett, hogy a régi teleshez képest a fajlagos energiabefektetés az jóval alacsonyabb és kisebb. Közel 3000 köbméter beton, közel 500 tonna betonacél, illetve teljesen új közmű és úthálózatot sikerült kivitelezni ezen a telepen. Ezután szeretném megköszönni a projekten dolgozó kollégáimnak, a üzemeltetőnek, a mérnöknek, megrendelőnek a sikeres együttműködést, amit ezen a rendkívül viszonylag rövid határidővel megáldott telep, ugye, mert ez a részhatáridőt, az előteljesítést végzett a vállalkozó. Magunk elé tettük fel ezt a mércét, amit ebben a munkában lefolytattak, illetve segítségre voltak abban, hogy az a mai napon itt ülhessünk. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket is érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!